Békéscsaba polgármestere szerint a szigligeti utcai tanúszoda felújítása nagyon fontos, és örül, hogy ez a jövőben megvalósulhat. Azonban a két lehetséges fejlesztési koncepció közül ő inkább a hosszabb távra gondolkodó és komplexebb felújítási javaslatot preferálta, melyet a közgyűlés végül nem fogadott el. Én azt pártoltam, hogy egy komplett műszaki megoldást valósítson meg az önkormányzat, ehhez a források rendelkezésre álltak. Ezzel szemben egy csökkentettebb műszaki tartalmú megoldást fogadott el a képviselőtestület, ami némiképpen jelenleg olcsóbbnak látszik. Majd meglátjuk természetesen a kivitelezésnél, hogy mennyibe fog kerülni a műszaki megoldás. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy komfortos, komplett, legalább 30 évre biztonságot nyújtó műszaki megoldás lett volna célszerű ebben a helyzetben, úgyhogy a források is rendelkezésre állnak. Szarvas Péter nagyon fontosnak tartja a 2018-ban esedékes Békéscsaba újratelepítésének 300 éves évfordulóját. A jubileumra egy emlékezetbizottságot állított fel a közgyűlés, ahol a bizottságok elnökei, a polgármester, civil szervezetek és kulturális intézmények vesznek részt az emlékév megtervezésében. A Fidesz frakció is kifejtette véleményét a meghozott döntésekkel kapcsolatban. A szigligeti utcai tanúszoda ügyében úgy érzik, hogy egy megnyugtató és jó döntés született. A szigligeti utcai óvoda tanúszodájával kapcsolatban azt hiszem, hogy egy megnyugtató döntés született, egy olyan gépészeti szempontból, statikai szempontból, biztonsági szempontból megnyugtató döntés, ami azt fogja eredményezni, hogy hamarosan elindul a munka, és ugye a 2013 óta zárva tartó tanúszoda hamarosan újra fogadhat majd vágyó úszni tanuló gyerekeket. A Békéscsabai hajléktalan szálló is hát évek óta problémás területe a közügyeknek. Úgy néz ki, hogy most egy olyan megoldást tudtunk találni, ami biztosítja azt, hogy az ilyenkor téli időszakban nagyobb számban intézményi ellátásra szoruló hajléktalanok is megfelelő ott lakhatási lehetőségben részesüljenek. 17 főre kért engedélyt az önkormányzat a kormányhivataltól, hogy a rászorulókat a jelenlegi hajléktalanszállóban helyezhessék el, illetve konténeres megoldásra is szeretnének helyet biztosítani a téli időszakban. Fülöp Csaba, az MSZP önkormányzati képviselője régóta élharcosa a szigligeti utcai tanúszoda felújításának, és nagyon örül annak, hogy végre a közgyűlés határozatot hozott a felújítás ügyében. Én azt gondolom, hogy a tegnapi közgyűlés egyik legfontosabb döntés a szigligeti utcai tanberence felújításáról szóló döntés volt. Ugye a közgyűlés tegnap arról döntött, hogy mennyi pénzből és milyen műszaki tartalommal kívánja megvalósítani ezt a felújítást. Kettő műszaki tartalmat vizsgált meg a közgyűlés. Az egyik egy 113 millió forint összköltségű beruházás volt, amely tartópillérek elbontásával új építésként, építési engedély köteles beruházásként valósítaná meg az uszodának a felújítását. A másik pedig elsőre egy 86 millió forintos becsült beruházási érték volt, amely a tartópillérek meghagyásával felújításként egy kicsikét csökkentettebb műszaki tartalommal, azonban a célt maximálisan elérve, és a biztonsági előírásokat abszolút betartva valósítaná meg ennek a beruházásnak az indítását és tulajdonképpen a kivitelezését. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos nap volt a tegnap, hiszen 2013. szeptemberi bezárás után történt meg tegnap az a döntés, amely az újraindítást fogja biztosítani. Ugye a közgyűlés a B alternatívát fogadta el. Miklós Attila, az MSZP Békéscsabai szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Békéscsaba gazdasági programjával elégedettek, és örülnek annak, hogy a javaslataikat beépítették a koncepcióba.